Jó estét kívánok, a konkrét mai vendége Domanyik Eszter, a Győri Polgármesteri Hivatal Városmarketing és Programszervezési Főosztályvezetője. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Úgy tudom, hogy nagyon sikeres volt a nyárni koncert. Önök hogyan látták ezt? Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Így van, szerencsénk volt, hiszen nagyon jó idő is volt, és hát egyben tartottuk a Dunakapu térnek az átadó ünnepségét és a győri nyár nyitó koncertjét. Szerencsére megtelt a tér, és jó hangulat kerekedett ott a Dunakapu téren. A Dal című magyar televíziós produkciónak a fellépői voltak a vendégeink. Bízom benne, hogy mindenki megtalálta azt a fellépőt, aki aztán kicsábította őt a térre. Pozitívak a visszajelzések. Nyilván nagyon nehéz évről évre megtalálni azt, hogy ki legyen a nyárnyitó koncert fellépője, de remélem, hogy sokan érezték jól magukat a belvárosban. Egyébként a Dunakapu térnek most, hogy elkészült, milyen szerepe lesz a nyári programokban? A Dunakapu tér rendezvénytérnek épült, és azt hiszem, hogy ezen a főpróbán tulajdonképpen be is bizonyította, hogy tökéletesen alkalmas nagy rendezvények lebonyolítására. Nagyon pozitívak a visszajelzéseink az akusztikára vonatkozóan. Jól szólt a koncert, és hát úgy néz ki, hogy az emberek is megtalálták a helyüket ezen a téren, úgyhogy a jövőben is szeretnénk a Dunakapu teret használni. Sok olyan rendezvényünk lesz, ami átkerül majd a Dunakapu térre, de természetesen maradnak a Széchenyi téren is programok, úgyhogy érdemes lesz a nyári időszakban a belvárosba látogatni. A nyárnyitottat jól sikerült, milyen lesz az idei győri nyár, a legfontosabb rendezvények mik lesznek? Sűrű lesz a nyár, igyekeztünk minden korosztályt és minden ízlésvilágot kiszolgálni. Most a hétvégén volt ugye ez az olimpiai fesztivál az Aranyparton, oda is öröm volt kimenni, hiszen családok voltak kint, jól érezték magukat, fiatalok és idősek egyaránt. A következő hétvége az egy kicsit szakrálisabb ünnep, a Szent László napokról fog szólni. Itt az elmúlt években az Aranypart nagyon jól bevált, mint rendezvényhelyszín, a lovagi programok az idei évben is az Aranyparton kerülnek megrendezésre, de természetesen érdemes a szakrális részét is ennek az ünnepségnek felkeresni. Lesz Szent László napi körmenet, díszközgyűlés, úgyhogy mindenkit várunk sok szeretettel. Aztán pedig a gyerekek veszik át az uralmat a városban, hiszen jön a Györkölc Fesztivál, a Györkölc Olimpiával kiegészítve. Ide is már bekapcsolódik a Dunakapu tér a programokba. Ott lesz a nyitó ünnepség, a Vaskakas Bábszínház az idei évben is fantasztikus műsorral készül kicsiknek és nagyoknak egyaránt, és az egész belváros tulajdonképpen egy nagy játszótérré fog átalakulni. Bízunk a jó időben, hiszen azért az mindig kulcsfontosságú, hogy szép idő legyen, se a túl meleg, se a hideg és esős idő nem szerencsés, úgyhogy reméljük, hogy az idei évben is a gyerekeket a Jóisten mindig szereti, úgyhogy bízunk benne, hogy szép idő lesz. Az idei nyár aztán arról szól, hogy mind a Dunakapu téren, mind a Széchenyi téren lesznek nyáresti koncertjeink. Nagyon sikeres volt az elmúlt években ez a könnyed nyáresti koncertek hangulata a Széchenyi téren. Az idei évben egy kicsit belevariáltunk, két koncert lesz a Széchenyi téren, és kettő koncert pedig a Dunakapu téren. Ugye említettem, hogy nagyon nehéz kiválogatni a fellépőket, úgyhogy a Dunakapu téri nagy koncertek esetében igyekeztünk az egyik fellépő esetében az idősebb generációt megszólítani. Én nagyon szeretem én is a Korált és Balázs Fecót, úgyhogy remélem, hogy sokan látogatnak majd erre a koncertre. Aztán pedig augusztusban Quimby koncert lesz a Dunakapu téren, ami nyilván egy picit a fiatalabb generációnak szól, bár nekem vannak olyan idősebb ismerőseim is, akik nagyon örültek és tapsoltak annak, hogy végre Quimby koncert lesz Győrben, úgyhogy reméljük, hogy jó idő lesz és sokan ellátogatnak majd. Természetesen a kiemelt rendezvényeink pedig folytatódnak. Én nagyon bízom abban, hogy a győriek most már tudják azt, hogy mikor, mire lehet számítani Győrben. Megvannak a kedvenc rendezvényeik, és esetleg ezek alapján is, az időpontok alapján tervezik a nyaralásukat. Lesz barokk esküvő, ugye, ahogy a korábbi években is volt. Lesz majd Fröccs Fesztivál, jönnek a nyáresti koncertek, és természetesen a bornapokkal és a nyárzáró koncerttel zárjuk majd az idei nyarat. Programszervezőknek részben említette, nincs könnyű dolga, hiszen kiválasztani azt a generációt, akinek szeretnék a programokat összeállítani, illetve hát valahol mindenkinek kell, hogy jó győri programok legyenek. Nagy a vita, nehéz eldönteni egy néhány kulisszatitkot, hogyha elmesélne, hogy
mi történik, amikor el kell dönteni azt, hogy mondjuk a nagy nyárnyitó koncerte kijöjjön? Igazából minden évben próbálunk visszacsatolást kérni az emberektől, hogyha visszagondolunk az elmúlt évekre, azért a nyárnyitó koncerteknek hagyománya az, hogy magyar zenekar lép fel. És ha visszatekintünk, olyan nagy zenekarok, akik azt gondolom, hogy tényleg tízezreket tudnak megmozgatni, ellátogattak már Győrbe, hiszen csak teljesség igénye nélkül itt volt az Omega, a Republic, tavaly a Neoton Família adott nagyon nagy sikerű koncertet, volt Edda koncertünk. Nem egyszerű most már a hazai zenei iparból olyan előadókat hozni, akik tényleg mindenkinek a kedvére vannak. Úgyhogy itt én szeretném is megragadni a lehetőséget, hogy felkínáljam a győrieknek azt, hogy várjuk a javaslatokat arra vonatkozóan, hogy kit látnának szívesen a nyárnyitó koncert fellépőjeként. Mi már ilyen tájt elkezdünk gondolkozni a jövő évi nyárnyitó koncert fellépőjén, hiszen el lehet azt mondani, hogy valamennyi kulturális intézményünk a kiemelt rendezvények szervezéséből kiveszi a részét, és össze kell hangolni azt. Most zajlott ugye a táncfesztivál, szintén nagyon nagy sikerrel a Győri Balett fantasztikusan megszervezte, de össze kell hangolni azt, hogy ki az, aki fellép a táncfesztivál programjaink, itt hozunk a bornapokra, ki az, aki a nyárnyitó koncerten, úgyhogy várjuk a javaslatokat és az észrevételeket, mi mindig arra törekszünk, hogy a lehető legszélesebb körnek tudjunk kedveskedni, korosztálytól, generációtól függetlenül, de hát nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy más az embereknek az ízlése, úgyhogy mindenkinek nem lehet a kedvére tenni. Győrbe egyébként szívesen jönnek a művészek koncertezni, a zenészek? Nagyon szívesen jönnek, most már ott tartunk szerencsére, hogy nehezményezi is valaki, hogyha már régen nem lépett fel Győrben, hogy miért nem hívtuk még meg ez ideig, és ez tényleg nagyon pozitív, meg ami még szintén pozitív, hogy jól is érzik itt magukat a művészek. Aki mondjuk régebben járt már Győrben, ő el van ájulva attól, hogy mennyit fejlődött ez a város, hogy mindig, ahogy évről évre visszatér, valami újdonsággal találkozik, és ezek nyilván pozitív visszacsatolások számunkra is. Úgyhogy jó kedvel és jó szívvel jönnek a fellépők, igazából mindig azon múlik, hogy ki hogyan ér rá, és hát természetesen van egy anyagi keret, ami aztán gátat tud szabni esetlegesen, de az elmúlt években azt gondolom, hogy nem lehetett panasz arra, hogy minden hétvégén szinte volt valami rendezvény vagy fesztivál, ami közösségi programként Győrben megtöltötte a várost és a tereket. És ugye az ilyen fellépések során nem csak a győriek vannak, hanem nagyon sok turista, egyre többen. Idegenforgalmi szezon közepén vagyunk már, viszont arról kevesebbet beszéltünk, hogy Győr már most kapott nagyon fontos díjakat. Erről mit kell tudni? Igen, nagyon örültünk neki, hogy a Város Marketing nagykövete díjat kapta meg városunk, ami szintén egy hosszú évek óta elkezdődő munkának az eredménye. Én azt gondolom, hogy Győrben megfelelő szinten van kezelve az, hogy fontos a város imázsa, fontos az a kommunikáció, ami eljut a turistákhoz, eljut a más városokban élőkhöz, és hát természetesen külföldre is, hogyha olyan léptékű rendezvényről van szó. Ez az, ami a siker kulcsa is tud lenni, hiszen azért Győrt korábban idézőjelben mondom, csak iparvárosként tartották számon. Nagyon kevesen tudtak arról, hogy a hazánk műemlékekben harmadik leggazdagabb városáról beszélünk, és hát arról a sokszínű kulturális életről, a tehetséges művészeinkről, gyönyörű barokk belvárosunkról kevesebb szó esett szerintem méltatlanul a korábbi években, de ezen most már tudatosan dolgozunk, és ez szerencsére a turistáknak a gyarapodó számán is meglátszik. Sokan ugye legyintettek, ahogy említette a győri parváros, hát itt a turizmus ez nem olyan erős, akkor ezt sikerült átfordítani. Én azt gondolom, hogy igen, hogyha csak a számokat nézzük, sikerült megduplázni a vendégészakák számát a 2008-as időszakhoz képest, és ez valóban egy nagy eredmény. Bekerült városunk Magyarország leglátogatottabb települései közé, úgyhogy én azt gondolom, hogy van még egy nagyon értékes kincsünk, amit jelen pillanatban nem tudunk teljes mértékben kiaknázni, ez pedig a wellness és gyógyászati turizmus, hiszen más városokban leginkább ez az, ami pörög, a wellness szállodák generálják a vendégészaka számokat, nálunk pedig a kulturális turizmus, a sportturizmus egyre jobb és szebb számokat produkál az aktív turizmus, és hát természetesen az üzleti turizmus, ami szerencsére húzó ágazatnak minősül Győrben. Korábban említett, hogy még az üzleti turizmus szeretnék egy kicsit
felpörgetni konferenciák. Nem tudom, nyáron ez mennyire jellemző, hogy konferenciákat tartsanak, az inkább háttérbe szorul ilyenkor? Nyáron nem annyira, nyáron ezért is fókuszálunk a rendezvényekre, a kulturális turizmusra. Az üzleti turizmus az kiemelkedően jó Győrben. Ez nyilván összefüggésben van a városnak a gazdasági erejével, összefüggésben van azokkal a cégekkel, akik itt találtak otthonra nálunk, és folyamatosan generálják azt, hogy üzletemberek érkeznek Győrbe. Ezt kell kiegészíteni, és ez az, ami fontos feladatunk, hogy mindig legyen valami olyan szegmense a turizmusnak, ami az üzleti turizmus mellé be tud csatlakozni. Én nagyon jó lehetőségeket látok még a konferencia turizmusban, és itt el is kezdődött egy együtt gondolkodás az idegenforgalmi szektor képviselőivel. Programcsomagokat állítottunk össze, és azzal, hogy az Audi Arena Győr megépült, azzal pedig tovább szélesedtek a lehetőségeink. Nagyon szépen köszönöm a friss információkat. Kedves nézőink, konkrét legközelebb szerdán lesz, akkor is nézzenek minket, viszontlátásra. A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.